szeretettel köszöntöm a TAVI televízió nézőit, Felmerült című magazinunkat látják. Stúdiónk vendége dr. Sütő László, Marcelli város polgármestere. Köszöntöm, polgármester úr! Jó napot kívánok, üdvözlöm a nézőket is! Hát kezdjük azzal a témával, ami mindig is porondon van Marcelliba, a kórház helyzete. Kérem, polgármester úr, a város szempontjából mit tud mondani a kórházról? Először pár szót szeretnék mondani a múltról, és nagyon szívesen beszélek az általam elfogadható jövőről is. Én továbbra is tartom azt az álláspontomat, hogy a kórházat egyrészt elvették, ezt lehet sokféleképpen megfogalmazni, az Einstein se egy rossz szó, és azt is, hogy gyarmatosították. És azt is tartom, hogy amíg Marcelli város önkormányzatához tartozott a kórház, addig nem volt adóssága. És ezt azért tartom fontosnak kihangsúlyozni, mert ebben a kórházban 400 ember dolgozott, ápolónők, orvosok, kiszolgáló személyzet, mindenki, aki szívügyének tekintette, hogy ez a kórház működőképes legyen, mindenki úgy gondolta, hogy itt első a betegek érdeke. És azt hiszem, hogy amikor valaki azt mondja, hogy itt óriási adósságot halmoztak fel, és azért kellett államosítani, mert különben működőképtelen lett, az nem látja tisztán a helyzetet, és akkor most nagyon finoman próbálok fogalmazni. És utoljára nagyon lassan el fogom mondani, hogy mindenki megértse, amit egyébként nagyon sokan tudnak, csak szeretik kisarkítani, és szeretik kicsit másként értelmezni a dolgokat. A kórház helyzete két lépésbe változott meg, és ezt nem hajlandók sokan figyelembe venni. Az első, hogy áprilisban megtörténik az államosítás. Amikor én azt mondom, hogy Marcelli város önkormányzata által fenntartott Marcelli kórháznak nem volt adóssága, az erre a napra vonatkozik. Akkor Marcelli kórháznak nem volt adóssága. Kaposvárhoz a kórház a következő év január 1-jével kerül, tehát 8-9 hónap olyan időszak van, amikor a kórházat már leállamosították, a működése félig önálló, mert szakmailag önállóan működik, van igazgatója, de minden pénzügyi juttatás Kaposváron keresztül érkezik. És csak egyetlen egy példát mondok, hogy mindenki meg fogja érteni. Ebbe a 8-9 hónapba a gyerekosztály teljes kapacitással működik. Majd évvégén kiderül, hogy ezt nem finanszírozták le. Tehát az összes orvos, ápolónő, mindenki költsége, az ott jelenik meg a mínuszba, amitől lehet, hogy volt 200 millió forint adóssága akkor a magyar állam által fenntartott Marcelli kórháznak, amikor Kaposvár átveszi. Ez az egyik. A másik, a 100 millió forint, ez a környezetvédelmiság. Ezt a magyar kormányhivatal állapítja meg, hogy nincs hozzá semmi közünk, és ezzel a magam részéről ezt én lezártam, hogy ez 80, 100 vagy 90 millió, teljesen mindegy, mert az állami költségvetés finanszírozza a kórházat is, egyik zsebéből átteszi a másikba, mert kiszabja bírságként, de ő adja oda, és bírságot is ő szedi be. Tehát ilyen szempontból abszolút jelentéktelen. Ami a jövőt illeti. Én azt gondolom, hogy ha vannak olyan törekvések a kormány részéről, hogy ez önálló kórház legyen, az mindenképp üdvözlendő. Én nem tudok ilyenről. Bennünket ezzel nem kerestek meg. Az önkormányzat korában sokszor felajánlotta a segítségét a kórház működéséhez. Ebbe konkrét javaslatokat tettünk, például az ügyelet közös ellátása, ezzel a kórház mintegy 100 millió forint pluszbevételhez jutna, amiből valószínű 40-50 millió megmaradna és a gyógyító munkára lehetne felhasználni, de voltak más javaslataink is, soha nem zárkoztunk el attól, hogy lakást biztosítsunk. Tehát minden olyanba partnerek lennénk, ami a kórház működését jelenti. Abba is egyetértek képviselő úrral, hogy nem azokat az eszközöket kell visszaadni, amiket elvittek, és az ördög tudja, hogyan használtak azóta, hanem új eszközökre van szükség, és amennyiben önálló lesz a kórház, akkor természetesen üdvözölni tudnám azt, ha mindjárt az új eszközök között az oly sokszor megítélt CT az már is rendelkezésre állna, és hogy esetleg kicsit oldjam a mondatokat, az első pár hónapban mondjuk a helikopter leszállótól eltekintenénk, ami ugye sokszor szintén elhangzott, hogy milyen fontos beruházás, de én a CT-t azért fontosabbnak érezném. Tehát én úgy gondolom, hogy itt nyugalomra van szükség,
A város nyitott az együttműködésre, és a város alapérdeke, hogy nem csak egy járóbeteg szakrendelő működjön Marcaliban, mint említett más környező településeken, hanem amögött egy komoly kórházi háttér. Azért azt mindjárt hozzátenném, talán még emlékeznek a tisztelt televízió nézők is arra, hogy pár éve tartottunk egy tüntetést, ahol nagyon sokan eljöttek, és annak hatására nyitották újra a belosztályt, mert akkor már bezárták, lakat volt rajta, ezt csak zárva jegyzem meg, és talán volt valami hatása annak, hogy az akkor megtörtént, és hogy ezt nem politikai szándékkal tettük, azt gondolom mi sem bizonyította jobban, mint hogy Móring képviselőt erre felszólaló előadóként meghívtuk, hogy ő is elmondja a véleményét. És a cél egyértelműen közös, hogy jól működő kórház legyen a városban, jól működő szakrendelés legyen, de azt hiszem, hogy hozzátartozik az igazsághoz az is, hogy a múltat ezzel zárjuk le, hogy adósság nem volt, és ez a kórház önállóan akkor is működőképes volt. Ebbe a kórházba megfelelő szakemberek dolgoztak, ez talán más nem, ez legjobban az bizonyítja, hogy ma rengeteg marcali elmegy azok után, az orvosok után, Keszthelyre, Nagykanizsára, akik korábban Marcaliban dolgoztak, és ők, ha a kórház akkor önálló marad, biztos, hogy itt maradtak volna, itt dolgoznának ma is, és ha önállóvá válhat újra, akkor csak az a kérdés, hogy miért volt szüksége erre az értelmetlen kanyarra, ami azért összességében csak ártott a kórháznak. Itt igazából azért azt tisztázni kell, hogy a városnak effektíve semmi köze a kórházhoz, mert ezt sokan nem értik, mutogatnak most a városvezetésre. Most a városvezetés a közös gondolkodásba tud csak segíteni? Elsősorban abban tud segíteni, hiszen ez egy állami intézmény, ezt államosították, nem csak a miénket, hozzáteszem a többit is, gondolom mások is olvasnak újságot, hallgatnak híreket. 3 hete Ajkáról volt a hír, hogy a kórház működőképtelenné válik, tegnap vagy tegnap előtt Orosházáról, hogy felmondtak orvosok és ápoló személyzet. Tehát ez egy országos rendszer probléma az egész. Én azt hiszem, hogy valamennyien kiskórház esetében, ha mindenképp állami tulajdonban marad minden, akkor jobb eljárási rend lett volna az, ha nem veszik el az önállóságukat, meghagynak egy gazdálkodást, de itt nagyon hangosúlyoznám, hogy ehhez pénz kell, tehát nagy valószínűséggel az önállóság az nem lesz olcsóbb annál, mint ahogy most Kaposvárhoz tartozóan működik a kórház, mégpedig azért nem, mert párhuzamosan kell kiépíteni olyan orvosi hátteret, ami ma Kaposvárról esetleg vezényelhető. És azt is hozzá kell tenni, hogy egy kis kórházban kisebbek a lehetőségek, tehát ennek megfelelően magasabb béreket kell adni, mint egy olyan nagy kórházban lényegesen több esettel találkozik egy orvos. Tehát ez mindenképp hozzátartozik, hogy itt nem arról beszélünk, hogy ez gazdaságos, hanem arról beszélünk, hogy van egy kötelessége a társadalomnak, a kormánynak, az államnak a ellátandó betegek irányába, hogy itt jó színvonalú lehetőségei legyen annak a személyzetnek, aki próbálja gyógyítani az embereket. És ami meg fájó pont, nem hiszem, nem csak az embereknek, de a városnak is, az épületek állapota. Mint az STK, mint pedig ugye hát a kórház, a kastély épület, az rémes állapotban van. Ebben milyen beleszólása és milyen lehetőségei vannak a városnak? A Kossuth-Lajos utcai volt tüdőgondozót, illetőleg a volt szakorvosi rendelőt, ami a tejüzem mellett van. Mind a kettőt kértük vissza, egyiket sem kaptuk meg. Az volt a válasz a fenntartó szervezetnek, hogy ezeket ők értékesíteni kívánják. A Kossuth-Lajos utcai rendelővel még akkor, amikor indult az Európai Uniós ciklus, akkor az lett volna a célunk, hogy oda egy lényegesen nagyobb idősek otthonát hozunk létre, mint ami a Noszopi utcában van, hiszen óriási az igény az ilyen típusú ellátásra, míg a szakorvosi rendelő területével pedig azt gondoltuk, hogy épp a kórháznak segítenénk, ha elbontjuk és egy nagy parkolót építünk ide a városba, ahol akár a kórházba jövő látogatók, akár a személyzet számára a parkolást biztosítani lehetett volna. A válasz egyértelműen negatív volt. A kastélyra osztom azokat a véleményeket, hogy meg kell találni a funkcióját, hiszen megfelelő szakmai háttérrel, szervezéssel a meglévő új épületekben nagy valószínűséggel a kórházi és szakrendelési funkciókat el tudja látni a kórház.
és mi partnerek lennénk abba, hogy bármilyen módon megoldást találjunk erre az épületre, akár újra felevelítve azt a gondolatot, hogy egy komoly idősek otthonát létrehozni, hiszen abban a csodálatos parkban egészen biztos, hogy jó helyen lennének azok az idős emberek, akiket otthon már nem tudnak gondozni, ápolni, vagy egyszerűen egyedül maradtak, és közösségre vágynak, és olyan szempontból is jó helyen van, hogy azok, akik megtehetik, onnan ki is tudnak járni a városba, akár különféle rendezvényeken részt venni. Én ezt például egy kiútnak látnám, de megint az kell, hogy ennek a pénzügyi hátterét biztosítani kell. Hát pénz, minden a pénz körül forog. A város anyagi helyzete milyen, mert itt aztán mindig vannak legendák, hogy hú, most aztán mi lesz Marcelival, és akkor egy kicsit beszélhetünk talán arról is, hogy országosan a kisvárosok milyen helyzetben vannak. A város anyagi helyzete összességében jó. Tehát ma azt gondolom, hogy kifejezetten kiegyensúlyozott. Ugye itt szintén felmerül sokszor az, hogy a városnak és nagyon sok más településnek mekkora adósságát vállalt át a kormány. Erről is talán jó lenne egyszer őszintén és tisztán beszélni. Ugye ezek az adósságok, ezek a mindenkori magyar kormányok szándékai miatt keletkeztek, és nagyon szeretném kihagyni, nem politika, amiről beszélek, ez mindjárt is hozzá is teszem, hogy nem 2010-ben indult ez a folyamat, hanem lényegesen előtte, amikor szocialista kormányok vannak Magyarországon, méghozzá az volt az elgondolás, hogy mivel alul finanszírozott a rendszer, mondok egy példát, már 2007-8-9-től mindegy 300-400 millió forintot tett az önkormányzat minden évbe az oktatási intézmények normatívája mellé. Tehát ennyi pénzt kellett a saját költségvetésünkbe hozzátenni, ami pénzünk természetesen nem volt. Az volt a válasz, nem csak nekünk, másoknak is, hogy az önkormányzatok ebben a nehéz helyzetben, amiben általában az ország gazdasága van, vegyenek fel különféle hiteleket, bocsássanak ki kötvényt, ami még a hitelnél is jobb volt, és ebből finanszírozzák ezt, mert akkor az volt az Európai Unión belüli álláspont is, hogy ez nem számít bele az ország államadósságába, mert nem része a központi költségvetésnek. És valamikor 2009 tájékán jött az Európai Statisztikai Hivatalnak az álláspontja, hogy az önkormányzatok az a kormányzati alrendszer része, innentől fogva beleszámított ez a sok 10 milliárd forint is, amit az önkormányzatok, vagy sok 100 milliárd, amit az önkormányzatok felvettek, és innentől fogva az a trükk, amit addig a kormányok alkalmaztak, az okafogyottá vált. Ekkor kellett elkezdeni gondolkodni azon, hogy ezt fel kell számolni, hiszen mindenképp növeli az államadósságot. Ugye pontosan tudjuk, ma is mindig az alaptétel, hogy az államadósság az mennyi lehet az adott évben a költségvetés. Tehát aki figyeli mondjuk a tévét, ugye Olaszország meg az Unió most éppen ezen háborúzik, de korábban Magyarországnak is voltak ilyen problémái. És akkor jött az, hogy akkor nem az az üdvözítő, hogy az önkormányzat vegyenek fel hitelt, aztán amikor elfogy az a hitel, akkor vegyen fel egy kicsit többet, ebből törleszti a hitelt, a kicsit többel megint finanszírozza egy darabig az állam helyett az intézményeket, ahogy mondtam, az oktatást, az egészségügyet, mindent. Tehát ez innen indult az egész, hogy fel kell számolni Marcelli önkormányzatának, Hegyfőre vetítjük, kevesebb adóssága volt, mint Kaposvárnak, kevesebb volt, mint Hódmezővásárnak, és a többi, és a többi. És akkor kezdődött el az a gondolkodás, hogy ezt a hiteltartozást, ezt át fogja venni a kormány. Egyrészt azért, mert nagy tömegében sokkal könnyebben tárgyal a bankokkal, hogy hogyan történik majd ennek a törlesztése, hiszen nem egy összegbe adta oda a bankoknak, hanem egy folyamatos törlesztés alapján átvállalta ezeket a hiteleket, és mivel nagy tömegbe tud tárgyalni, tehát mondjuk egy teljesen egy melyik banka, de 100 milliárd forintról tárgyal, és nem 1 milliárdról, ezért biztos, hogy kedvező kondíciókkal is tudta ezt utána saját maga finanszírozni. Tehát ez volt az egyik része. A másik, hogy azért ezzel együtt egy olyan döntés is megszületett, hogy amikor államosította az oktatást, államosította az egészségügyet, akkor az önkormányzatoktól elvett bevételeket. Tehát Marcelitól ma körülbelül 170 millió forintot vesz el a saját adóbevételeinkből minden évben a kormány.
Tehát elveszi a gépjárműadó 60%-át, és elveszi az iparizési adó 20%-át. A gépjárműadó 60%-a az durván 60 millió forint, az iparizési adó 20%-a az ebbe az évbe 107 millió forint. Tehát ezt a 167 millió forintot elveszi tőlünk az állam, és ha ezt elkezdjük nézegetni, hogy ez folyamatosan évente 6-8%-kal nő ez az önkormányzati bevétel, akkor már ma ott vagyunk, hogy amennyit kellett volna fizetnünk a valamivel kevesebb, mint 3 milliárd forintos hitelünkből annak a törlesztésére, hiszen ez egy 20 éves folyamatra, vagy 20 éves futamidőre voltak megállapítva, akkor ma már körülbelül ott tartunk, hogy amennyit elvesz tőlünk, és amit törlesztenünk kellene, az nagyjából egálba van, és reméljük, hogy 3-4 év múlva pedig már többet veszel, ugye nem jó szó a reméljük, de mégis, mert az azt jelenti, hogy nő a városnak az adóbevétele, tehát ami itt marad, az is több lesz. Tehát ezt is azért hozzá kell tenni, hogy ez akkor egy nagyon jó dolog volt, hogy megszűntek, de szépen, mivel beépítették a rendszerbe ezt, hogy az önkormányzatok azért ezt valamilyen módon visszatörleszték a kormánynak, idővel lehet, hogy ha 20 évet egész éve tekintjük, még maga a központi költségvetés jár jól, és nem az önkormányzatok. Még egy gondolatot szeretnék hozzátenni ehhez a hitelfelvétel vagy nem felvételhez, még nem beszéltem róla sosem. Én abban az időben a Kisasszövetség alelnöke voltam, csak úgy, mint most, és nagyon jó kapcsolatot ápoltam sok nagyvárosi polgármesterrel, akik azóta vagy polgármesterként, vagy más politikusként ma is dolgoznak, és meghatározó tagjai a Fidesznek, vagy a kormánynak. És egyértelműen mondták, hogy be fog következni az, hogy az állam átvállalja az összes ilyen hitelt, tehát 100%-ba megtörténik ennek az átvállalása. Akkor én azt kértem a Városi Önkormányzat tagjaitól, illetve a szűk csoporttól, akik valamilyen módon befolyásolták az önkormányzat munkáját, hogy vegyünk fel még 1 milliárd forintot. Higgyék el, hogy nem kell visszafizetni, mert ez a döntés gyakorlatilag megszületett. Nem járultak hozzá. Abból az 1 milliárd forintból a város valamennyi járdáját, útját meg tudtuk volna csináltatni. Ezt azóta is nagyon-nagyon fájlalom, hogy nem tudtam akkor elfogadtatni velük, és nem is értem, hogy mi volt az oka annak, hogy a város érdekével szembe ilyen álláspontra helyezkedtek. És ezzel kapcsolatban még egy másik dolgot is elmondanék, ami nem szorosan ehhez tartozik, de ez is sokszor elhangzik, hogy van a jó önkormányzat, meg a rossz kormány. Még életemben nem mondtam ilyet. Ezt mások mondják, úgy, mintha mi mondanánk. Mi soha nem mondtuk ezt, mi azt mondjuk, hogy ha vannak rossz döntések, akkor azokat megfelelő kritikával illetjük. Rossz döntésnek tartom azt, hogy lassan folynak a pályátok elbírálása, rossz döntésnek tartom, hogy egy albetűs módosítás miatt előről kell kezdeni mindent, lényegtelen dolgokat túlbürokratizálunk, és nem a beruházások történnek meg vele. Vagy mondok egy sokkal egyszerűbbet, amit nem régen jeleztünk a szövetségünk a kormány felé, hogy az a kút rendelet, amivel gyakorlatilag meg akarják büntetni az ásott kút tulajdonosokat, mert annyi költség rakodna ahhoz, hogy nyilvántartásba vegyék ezeket a kutakat, ez tévedés, ez rossz, ez azok ellen az emberek ellen van, vagy az őseik ellen, akik 100 éve kiásatták ezeket a kutakat, és itt eredményt értünk el, mert elhalasztják a bevezetését, és megpróbálják emberközpontúbbá tenni, vagy érthetőbbé tenni a rendeletet. Tehát soha nem arról van szó, hogy haragszunk és rossz, hanem arról van szó, hogy szeretnénk, ha jobb lenne. Marciból lesz kutató? Akkor ez azt jelenti, hogy elhalasztják? Hát most egyelőre sehol nem lesz kutató az országban, mert 2020-ra elhalasztották a bevezetését, és nagyon bízunk benne, hogy azok a pontosítások megtörténnek benne, hogy mondjuk a 100 méter mély artézi kutaknál, ahol nagy virágkertészetet locsolnak belőle, természetes, hogy valamilyen módon ezt legalizálni kell, ha nem, de lehet az is, hogy ez már régen szabályosan működik, de különbséget kell tenni az az ásott kutta a személy marcal, mondjuk valakinek a kertjében van. Beszéltünk a pályázatokról, sok kritika éri a várost az ügyben is, hogy látjuk, hogy kis településeken kondi parkokat csinálnak. Marcaliba hogy haladnak a pályázatok, és milyen pályázati források érkeznek? Ugye azt szintén tények igazolják, hogy Kaposvár után Somogy megyébe Marcali nyerte el a legtöbb uniós támogatást, tehát az a ilyen gerjesztett gondolat,
hogy ha való nem kormánypárti, a polgármester vagy a többség, az hátrányba kerül, az egyértelműen nem igaz. Tehát Marcali igenis nagyon-nagyon komolyan kapott támogatásokat ezekből az uniós pénzekből, amiben én mindig elismerem képviselő úr szerepét is, akivel nagyon sokat konzultáltunk arról, hogy milyen pályátokat érdemes benyújtani, hogyan kell ebbe az irányba haradni, és a pályázataink döntő többsége nyerni tudott. Az, hogy ki mennyire érzi, hogy ezek mennyire látványosak, vagy mennyire nem látványosak, annak azt tudom mondani, hogy egy koncepció is párosult emellé. Én azt mondtam, hogy először rakjunk rendet a föld alatt. Legyenek meg azok az alapvető szolgáltatások a városba, amelyek ahhoz kellenek, hogy a város gazdasága fejlődni tudjon, mert amikor idejön egy vállalkozó, akkor azt kérdezi meg, hogy megfelelő-e a városban a szennyvíztisztítás, kell esetleg ő neki előtisztítót építeni, ami pluszköltség. Azt kérdezi meg, hogy elviszik-e azt a hulladékot, ami nála keletkezik, azt is, hogy esetleg az alacsony veszélyességi hulladékot azt el lehet-e szállítatni. Tehát ezek az első kérdései egy befektetőnek, mert nem mindegy, hogy 50-60 millióért kell előtisztítót építeni, nem mindegy, hogy 150 kilométerre kell elszállítani esetleg a hulladékot, vagy nincs olyan szervezet, kivel szerződést tud kötni. Én azt hiszem, hogy ezek voltak a legfontosabbak az elsők, ugye ennek keretében a 4 évvel ezelőtt a fő irány az volt, hogy korszerűsíteni tudjuk a szennyvíztisztító telepet, csak zárójelbe jegyzem meg, hogy lehet, hogy tovább fogjuk korszerűsíteni, mert a Marcalitól délre lévő települések, Mesztegnyő és környéke nagyon-nagyon szeretné, ha be tudná hozni ide a szennyvizet, mert ha ott építenek egy új szennyvíztisztítót, az majdnem fenntarthatatlan lesz annak a működési költsége. Hát nem zárkózunk ettől se el, de akkor ami ehhez plusz beruházás kell, az természetesen ebbe a pályázatba kell megvalósítani, hiszen a város mindig a környékért is érez valami felelősséget. De visszatérve magukra a pályázatokra, ha akarnánk, akkor már 4 nagy átadó ünnepséget tarthattunk volna, hiszen a gyermekélelmezési központ felújítását 6 részre szakaszoltuk, amiből 4 már befejeződött. Erre mindegyikre tarthattunk volna szép átadó ünnepséget, ahol nagy beszédeket lehet mondani, és utána fogadásokat tartani. Ez a Együnk többet Somogyért rendezvény sorozatnak egy nagyon szép része lehetett volna. Tehát ezt meg lehetne csinálni, de azt hiszem, hogy nem ez a fontos, hanem ami pénz így megtakarítható az átadó ünnepségek szerint, helyett az inkább majd megvalósul abba, hogy a beruházás talán többet tud adni annál, mint ahogy eredetileg gondoltuk. A többet azt úgy értem, hogy magába a pályázatnak nem része mondjuk az irodák rendbetétele, nem része a maga az étkező rész, ahol az étkezés történik, de talán bele fogjuk tudni tenni azt is ezekből a megtakarításokból, vagy abból, hogy nem fizetünk sok 10 millió forintot ki az előkészítésre, a projektmenedzsernek, mindenféle külső szervezetnek, hanem a hivatal apparátusa ezt szépen megcsinálja. Lehet, hogy ettől olybá tűnik, hogy 12 perccel lassabbak vagyunk, mint esetleg mások, de minden arra a határidőre, amire kell, addigra el fog készülni. Tarthattunk volna átadó ünnepséget arra is, hogy a központi óvodánál a fűtés korszerűsítés megtörtént, mert megtörtént. És tarthatunk majd pár hónap múlva arra is, hogy kicseréltük a nyillázárókat, az is egy külön része, meg tarthatunk majd arra is, hogy rákerül a napelem. De ugyanígy 4 részre szakaszolva hirdettünk eredményeket a Nosztop iskolánál, ahol szintén hamarosan megkezdődik a munka, és mindez látható lesz. Én azt gondolom, hogy jövő ilyenkorra a beruházások döntő többsége el fog készülni, tehát csak azok maradnak esetleg vissza, amelyek zavarnák a város életét a nyár folyamán, azokat inkább tovább fogjuk vinni, akár még egy évvel is, de az a cél, hogy minden beruházás úgy valósuljon meg, hogy vagy közben máshol meg tudjuk valósítani azt a tevékenységet, a jéghelyet ugye főzünk az óvodai konyhán, vagy maga a működés maradjon biztosított, mint az óvoda esetében, hogy a szünetekben történnek azok a munkák, amik valamilyen módon zavarnák az óvodának az életét. És ugyanígy fog történni a Noszlop iskola esetében is. A másik pedig, hogy azért
Ha valaki ezt végig gondolja, hogy mennyi mindent költöttünk saját erőből is ezekre a dolgokra, ugye először elkészült a Béke utcai orvosi rendelő teljes felújítása, ahol nem 100%-os, talán 50%-os támogatás volt. Elkészült a Zeiner doktornő orvosi rendelőjének a felújítása, közben elkészült benn a Rajnai doktorféle rendelő, ami szintén önkormányzati forrásból valósult meg, és most hamarosan kiírásra történik a Széchenyi utcai orvosi rendelő. Vagyis valamennyi orvosi rendelő, ahol gyermek és felnőtt háziorvosi körzet működik, azok felújításra kerülnek, és ezzel befejeződik a folyamat. A fogorvosoknak 100%-os városi pénzből új rendelőt építettünk, vagy alakítottunk ki a főutcán, ami szintén megoldotta, és ma már Marcaliban nincs fogorvos kérdés, mint ahogy volt pár évvel ezelőtt, és nincs házi orvos kérdés, nincs gyerekorvos kérdés, mert betöltöttek az állások jó szakemberekkel. Menjen el valaki hasonló nagyságú városba, és nézze meg, hogy mennyi fogorvos van, mennyi házi orvos van, milyen rendelők vannak, és látni fogja. És ugyanez igaz az óvodákra. Felújítottuk méghozzá nagy harc árán a saját testületünkkel harcolva a Park utcai óvodát, felújítottuk, és ugye itt messze nem 100%-os támogatás van, itt megint legalább 50 millió forint saját forrás van benne, felújítottuk a Katonás utcai óvodát, azzal együtt felújítottuk a bölcsödét, most jön a központi óvoda. Adósak vagyunk még a Táncsics óvodával, és akkor azt lehet mondani, hogy az óvodáink is teljes egészében felújítottak lesznek. Ezek nem látványosak, nem látszanak minden nap, és nem állunk oda minden nap átadás ünnepségeket tartani, de attól ezek elkészültek. És emellett nagyon-nagyon sok eszközt és egyéb dolgot tudunk venni, vagy vettünk, játszottanak egyébként, és ugye most a következő évben pedig látszani fog, hogy a Marcali Közösségi Egyesület révén, amelyik jelentős összeget nyert arra, hogy a városba tudjon további támogatásokat adni egyesületeknek, alapítványoknak, kulturális sportcélokra, bármire, ebből játszóterek fognak épülni, ebből tovább újulnak fel intézmények, eszközöket lehet belőle nagy számba venni, rendezvényeket lehet belőle finanszírozni. Megint csak egy zárójeles megjegyzés a múltra, ugye ezt meg akartuk csinálni egyszer már a Líderbe. De a képviselőtestület nem járult hozzá, hogy Marcali részese legyen a Líder programnak, amiben Agyatád vagy Bars például ilyen téren előbbre van, az épp azért van, mert ott volt Líder közösség, és meg be tudtak abba lépni. Mi ezt akkor a testület döntése miatt nem tehettük meg, és nem kaptuk meg akkor ez a megfelelő támogatást másoktól se, csak szavakba. De tettekbe ez elmaradt, most ezeket mindet pótolni fogjuk, és azt gondolom, hogy mindez megvalósul, és mind arra, hogy a város szebb és élhetőbb legyen. Ugye itt említette ezt a szabadtéri játszóteret, már felnőtt játszóteret, épp tegnap döntött a sportbizottság arról, hogy a már meglévő eszközök, amelyek raktáron vannak, azokat tovább bővítjük, és tavasszal egy egészen nagy ilyen játszótér, felnőtt játszótér kerül kihelyezésre a központi parkba, a gyerekjátszótér mellé, tehát, hogy amíg a gyerekek játszanak, addig az apukák is erősödhessenek. Gyúrjanak. Így van. Rengeteg a kérdésem, de a műsoridőnknek lassan vége. Ezért előre kérem, hogy valamikor jöjjön be és folytassuk, de két kérdésem van, amit mindenképp szeretnék megkérdezni. Egy új szerelem van az életében, és ez az olasz nyelvtanulás. Hát ez hogy jött? Hát ez úgy jött, hogy a kislányom Olaszországban él, ott jár egyetemre, és hát van egy komoly barátja, akivel együtt élnek, és az olaszok, a mi korosztályunk legalábbis csak a saját nyelvükön beszélnek. Tehát ahhoz, hogy kommunikálni tudjunk, bár a barátja ő nagyon szépen tanul magyarul is, ezért meg kell tanulni olaszul, de ugye régebben is próbáltam nyelvet tanulni, és az is sikerrel járt, ezért gondolom, hogy meg fogok tudni olaszul is tanulni. Meg jót tesz a fejemnek is, tehát frissen, tehát a kényszer az valamilyen módon frissen tartja az ember gondolatait is. És az utolsó és legfontosabb kérdésem, hát nem tudom, hogy válaszol erre, sok mindenki kérdezte és sok mindenkit érdekel, polgármester úr újra jelölteti magát a polgármesteri címért? 10 nap múlva hétfőn tartja a Marcali Otthonunk Egyesület azt a közgyűlését,
ahol dönteni fog arról, hogy kik lesznek a 8 egyéni körzetbe az egyesület jelöltjei, és ki lesz a polgármester jelölt. Jelenleg maradjunk abban, hogy itt én, ha felmerül, akkor vállalni fogom. Hát sok sikert kívánok, és a beszélgetést mindenképp folytatjuk, mert még rengeteg témát összeírtam, amit szeretném, hogyha beszélnénk róla, és szerintem a nézőket is érdekelni fogja. Köszönöm szépen, élni fogok a lehetőséggel, a nézőknek pedig nagyon jó egészséget kívánok. Köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra!